Kütyű parádé, 45. rész. Üdv, ez itt a Kütyű parádé. Foglaljanak helyet, helyezzék magukat kényelembe. És ha még a reklámszünet előtt ki szeretnének menni a WC-re, akkor azt csendben tegyék, hogy ne zavarják a többi nézőt. Igen, ez nagyon fontos. Köszönjük, Jason. Láttuk a reklámokat és az előzeteseket, és mostanra a legtöbben elfogyasztották a csörgős, zacskós rágcsálnivalóikat, amik mindenkit annyira idegesítenek. E heti Kütyű parádés kihívásunk két titánunk mozis összecsapásáról fog szólni. Kora reggel meg kellett jelennünk a világhírű Shepperton Studiosnál, ami a brit film fellegvára. Elhihetik, mennyire izgatottak voltunk. Ezt nézd meg! Hatalmas vászon! Susie és Jason, a kihívás során felejthetetlen kütyükkel teletűzdelt mozi élményt kell nyújtanatok, felhasználva a legmodernebb technológiákat és saját találékonyságotokat. Mindkettőtöknek egy különleges filmelőzetest kell készítenetek, amit 3 hét múlva be is mutatunk, úgyhogy lássatok neki, és nyerjen a jobbik kütyűfilmes. Harcra fel! Szívesen beszélgetnék, Szusz, de itt nem babra megy a játék, úgyhogy... Az ajtó amúgy erre van. A filmipart a kezdetektől fogva uralja a technológia. Minden évben milliókat költenek fejlesztésekre, úgyhogy nem volt egyszerű feladat felülmúlni a profikat kütyűparádés költségvetésünkkel. Tudtam, hogy egy szuper ötletre lesz szükségem, de az idő is ellenem volt. Ez egy igazi rémálom. Én is sok időt töltöttem az agyalással, aztán viszont megszületett zseniális ötletem. A Google Maps-en 360 fokban körbe lehet nézni bizonyos kijelölt pontokon. Ez adta az ötletet. Olyan filmes technológiát szeretnék használni, ami 360 fokos panorámát tár a nézők elé. Kétféleképpen lehet 360 fokos fotót készíteni. Több fényképezőgéppel, mint a Google, vagy használhatunk egy ilyet is. Ez az ingatlan ügynökök kedvenc játékszere, egy hagyományos digitális SLR fényképezőgép speciális lencsékkel és domború tükörrel, amellyel 360 fokos panorámaszerű kerekképeket lehet készíteni. Elsőre fura, gömbölyű képet kapunk, de feldolgozás után ebből csodálatos 360 fokos fotó lesz. Szinte hihetetlen. Mini domború tükrével a Sony Blogi pontosan ugyanígy működik, viszont emellett van egy nagy előnye. 360 fokos videófelvételt is lehet készíteni vele, hihetetlen olcsón. A gond csak az, hogy a minőség nem elég jó a 360 fokos filmelőzetesemhez. Több órás kutakodás és egy kis játék után végül megszületett a tervem. Újra meg újra a 3D-hez lyukadok ki. Idén ez a legnagyobb dobás, de biztos, hogy sima 3D-vel nem fogom megnyerni a kihívást. Úgyhogy az előzetes 3D-s lesz, de kiegészítem plusz kütyükkel, hogy igazi berántós élményt kapjunk. A szak szerint profi felszerelés nélkül nem lehet jó minőségű 3D-s felvételt készíteni. Én viszont utána néztem a dolgoknak, és meg vagyok róla győződve, hogy nincs igazuk. Az elérhető áru fényképezőgépek HD felvevő funkciója ma már annyira fejlett, hogy két digitális tükörreflexessel is kivitelezhető. A lehető legközelebb kell raknunk őket egymáshoz vízszintben, úgy, hogy a látószögük egymásba essen. Komoly kockázatot vállaltam. Ha rosszul sül el a dolog, esélyem sincs a győzelemre. Én is szuper jó kütyüket találtam, de a minőséget fel kellett hoznom, ezért a profiktól kértem segítséget. A Transmission TX piacvezető a 360 fokos filmek gyártásában. Örvendek, eddig semmi ötletem nincs az előzetesre, de szeretném, ha nagyon mély élményt nyújtana, és 360 fokos lenne. Van egy ilyenünk. 360 fokos kamera. Bármit szeretnél is, ezzel meg lehet valósítani. Be is van kapcsolva? Igen. Ez igen. Klassz. A 3D-s dupla fényképezőm készen állt, hogy bizonyítson. Viszont még szükségem volt plusz kütyükre, hogy az élményt egy magasabb szintre vigyem. Azt hiszem, sikerült. Ez a Philips érzelem Jackie-je. Prototípus. Sehol máshol nincs ilyen a világon. És a srácok Hollandiából szállították ide nekem, külön erre a kihívásra.
A Jackybe 64 aprócska számítógép vezérelt motor van belevarva, amelyek aktiváláskor rezegni kezdenek. Ez tényleg lehet érezni. Ez hihetetlen. Most már csak összhangba kell hozni a Jackie effektjeit az előzetes megfelelő részeivel. Következhetett maga a felvétel. Kell valami, ami még jobban kiemeli a lélegzetelállító 360 fokos technológiát. Ezért a stábbal a rémisztő élő fűrész horror útvesztő felé vettük az irányt, a Torparkba. Ez lesz a 360 fokos horrorfilm előzetesen díszlete. Sziasztok! Ha jól tudom, ti lesztek a színészeim. Tudjátok, nagyon kevés az időnk. Mindössze 2 óránk van, pedig az egészre kellene vagy 3 nap. Mivel az idő ellenünk dolgozott, minél hamarabb szerettem volna elkezdeni a forgatást. Viszont a látványra is adni kellett, ezért ott ültem egy darabig a sminkszobában. Sikerült megtalálnom a tökéletes helyszínt az előzetesemhez. Ezt a trélert itt a városban, ebben a beton rengetegben forgatjuk. A jó 3D-s filmhez nagyon fontos a kamerák pontos elhelyezése. Elég egy apró elállítás, és az effektnek annyi. 3D-s ellenőrzés nélkül nem volt könnyű dolgunk. Felvétel! Mindehhez idő kellett, már pedig abban nem bővelkedtünk. Ráadásul az időjárás sem volt kegyes hozzánk. Komoly gondjaink vannak, ahogy látni is lehet. Esik az eső, és akár egy csepp is el tudja rontani a felvételt. Ha nem áll el hamarosan az eső, esélyem sincs a győzelemre. Felvétel! A lassú kezdés után kezdtünk belejönni a dologba. A 360 fokos forgatás nem is a hagyományos filmezéshez, inkább a színházhoz hasonlít. Ennyi! A kamerát elhelyeztük a helyiség közepén. Becsukom az ajtót és azt kiáltom, hogy tessék, mehet! És hagytuk, hogy a színészek tegyék a dolgukat. Ennyi! Gyorsan visszanéztük a felvételt, és már jöhetett is a következő jelenet. Tessék! Majd a következő, tessék! És a következő, tessék! Kezdtem aggódni, hogy kifutunk az időből. Eközben az én forgatásomon, halleluja! Újra kisütött a nap, úgyhogy folytattuk a munkát, és nagyon jól haladtunk. Végeztünk! Viszont még mindig fogalmam sem volt arról, hogy megérte-e a kockázatot. Mi is közel jártunk a befejezéshez, már csak néhány percünk volt hátra, amikor az utolsó jelenettel is végeztünk. Bocs, ne haragudj! És ezzel vége. Az anyag tehát elkészült, jöhetett a vágás. Még mindig nem tudtam, hogy bejött-e a dupla kamerás módszer. Lehet, hogy az egésznek nem volt semmi értelme. A kilátástalan helyzet ellenére is reménykedtem, hogy jól fog mutatni a 3D. Tekedvis fel az előzőhöz. Miután végeztünk a vágással, a szívem már a torkomban dobogott. Felraktuk az anyagot egy 3D lejátszásra képes laptopra, Nvidia 3D-vel. Kényszenvedés volt kivárni a másolást. Most dől el, hogy volt-e értelme a kemény munkának. Vettem egy nagy levegőt és felraktam a 3D-s szemüveget. Katasztrófa vagy diadal, ez volt a kérdés. Végül megkaptam a választ. Igen, ez az! Szuper lett a 3D! Jó kis felvételeink vannak, alig várom, hogy megmutassam őket. A 360 fokos felvételek vágásával is jól elment az idő, de végül szép végeredményt sikerült összehozni. Állati jó! Biztos voltam benne, hogy vágás után emlékezetes vérfürdőt kapunk. Én vagyok a zombi! A vágás után azt kellett eldöntenem, hogyan mutatom meg a világnak a mesterművemet. A legegyszerűbb módszer, amit akár otthon is ki lehet próbálni, ha a felvételeket feltöltjük a YouTube-ra, és hagyjuk, hogy 3D szoftvere átkonvertálja azt. Ez is fantasztikus, de én még jobbat akartam. 20 000 font értékű speciális katonai 3D-s szemüveg, és persze a hangról sem feledkeztem el. Csodálatos ez a kis kütyű. A fejhallgató sztereó hangját virtuális szörrend hanggá alakítja. A késleltetések és az eltolások beiktatásával az ügyes kis szerkezet elhiteti az agyunkkal, hogy szörrend hangzást hallunk. Az ilyen felvételeket, mint amit én készítettem a 360 fokos kamerarendszerrel, általában online szokták lejátszani vagy fejhallgatón keresztül.
többet. Ezek viszont nem mélyítik el annyira az élményt, mint amennyire én szeretném. Azt akarom, hogy a zombik a néző mögül lépjenek elő, és igazán ijesztőek legyenek. Mindennek a megvalósítására egy szuper ötletem támadt. Ez pedig az igloo, ami egy 360 fokos hordozható vászon. Általában számítógépes grafikáknál használják, amelyeket 5 szinkronba állított projektorral vetítenek ki. Ezen a vászton a 360 fokos horror előzetesen biztos, hogy klasszul fog kinézni. Jöhet a zsűri. Elkészült a két előzetes, meg voltak a kütyüjeink, már csak egy zsűrire volt szükség, a zsűrizéshez. De vajon ki lesz a James Cameronunk, akinek megös és a filmes tudása is? És vajon ki lesz David Cameronunk, aki tökéletes miniszterelnök alapanyag, de semmit sem tud a filmekről.